Üdvözlöm a kedves nézőket! Úgy döntöttük, hogy bemutatjuk a kerékcsere varázslatot, tos tevékenységét. Nem túl komplikált a feladat, de azért vannak buktatói. Tehát a legelső, amit érdemes ellenőrizni, hogy egy, van-e pótkerék, milyen van az autóba, és érdemes benne, ha van pótkerék, akármilyen fajta, és az előírt nyomást fenntartani. Mindenképpen rögzíteni kell az autót kézifékkel. A másik pedig az, hogy a legjobb, főleg ha lejtős az út, a lejtő irányból kiékelni. A helyszínen találtunk egy követ, tehát akár ez is megfelel, nem kell feltétlenül olyan autósboltokban még éket is lehet kapni. Hát aki elég gondos, az vesz olyat magának, nem túl drága, de egy kő is megteszi. Az a lényeg, hogy az autó ne tudjon elgurulni és így ledőlni az emelőről. Azok szoktak elkövetni, akik soha nem cseréltek még kereket, hogy akkor kezdik el lelazítani a kereket, amikor az autót már fölemelték. Nem. Még akkor lazítjuk le a kereket, akkor oldjuk a csavarokat, amikor még az autó teljesen a földön van. Van még egy gond, ami ezen az autón nagyon jól látszik, hogy nem látszanak a csavarok. Eldugták őket egy helyes kis fedél alá, más autókon dísztárcsa van. A lényeg, mindig legyen nálunk olyan szerszám, amivel a dísztárcsát le tudjuk pattintani, itt jelen esetben, amivel ezt a kis dísz darabot le tudjuk pattintani, illetve ugye sokan védik a kereküket nagyon jól és okosan, ilyen biztonsági kerékanyával, annak is mindenképpen legyen nálunk az ellendarabja, mert anélkül még egy autómentőnek is nehéz feladat, illetve kénytelen tönkretennie azt a biztonsági csavart ahhoz, hogy utána a kereket le tudja cserélni. Itt látható, hogy egy rendes méretűnek látszó pótkerék van. Van emelőnk, van kerékanyánk, és van egy kis ügyes szerszámunk, ami most csak arra szolgál, hogy azt a bizonyos kis fedőt levegyük. Tehát nagyon okos volt a gyár, hogy ezt ide tette. Nekem egy gondom van, hogy ennek a pótkeréknek a mérete nem egyezik azzal, ami az autón van kint. És ugye azt fontos tudni, hogy például ilyen első kerékhajtású járműre előre nem teszünk fel olyan kereket, aminek a mérete nem egyezik a másik oldali kerékkel. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a mankó kereket első kerék durran ki, mint ahogy most is azt fogjuk kicserélni, és előre teszik föl a mankó kereket, nem? Olyankor előbb le kell venni a hátsó kereket, azt tenni előre, és a mankó kereket hátra szereljük. Úgy általánosságban mondható, hogy hajtott kerékre nem teszünk mankó kereket. Ugye az azt jelenti, hogy az autó egy kicsit el van billenve, a differenciál mi folyton dolgozik, nem használ a rendszernek, bár az is igaz, hogy a mankó kereket nem használunk hosszú távon, csak 80, maximum 80 km/h sebességig, és mondjuk 50 km-es távon. Szerencsére ma már elég sok a gumis műhely, meg a defekti sem olyan gyakori, de azért jobb, ha ezeket fejben tartjuk. Hogyha nyári gumit kell föltenni, mert nyári a pótkerék, az csak hátra. Így télen. Tehát elől legyen inkább két darab téli gumi, nem is annyira a vontatás miatt, hanem a fékezés miatt, de az, hogy így is számítani kell arra, tehát nagyon keveset menjünk így, amennyire lehet keveset, mert az autónak a hátulja nagyon elbizonytalanodik, főleg kanyarban. Most jön a csodálatos kis szerszám bevetése. Ezzel van itt ilyen apró kis lukak vannak ezen a díszdarabon, így gyakorlatilag karcmentesen levehető. Csavarhúzóval félő, hogy megsértenénk a szélét, és azért szép ez a felni, kár lenne kárt tenni benne. Elkezdjük kilazítani a csavarokat. Hát őszintén szóval ezt is ellenőriztük, mert van, hogy úgy meghúzzák, a gumis műhelyek is lelkesen állítják a légkulcsukat olyan nyomatékra, hogy élő ember le nem tekeri így kézzel az anyát. Mi ezt ellenőriztük a felvétel kedvéért, hogy menni fog. Én még arra is szoktam vigyázni, bár ennek a sok értelme guminál nincs, hogy ellentétes csavarokat, hogy egyenletes legyen a... De ez nem annyira lazításnál van értelme, mint inkább a meghúzásnál, hogy egyenletes legyen. Tehát ilyenkor kilazítjuk a kereket, a csavarokat, és utána emelünk. Azért van szükség, ezt azért így csináljuk, mert ilyenkor nem kell a keréknek ellent tartani. Nem kell, hogy valaki mondjuk nyomja a féket azért, hogy mi próbáljuk az anyát lecsavarni, vagy az autónak a teljes súlya rajta van. Ha szabadon lenne, akkor az egész kerék fordulna a kulccsal együtt, tehát nem tudnánk ilyen könnyen és egyszerűen lelazítani. Na most máshol be kell fektetni sajnos a kocsi alá, úgyhogy meg kell keresni az emelőpontot. Hát itt ezt látom itt emelőpontnak kiképezve. Hát még egy fontos pont van, hogy ugye ott célszerű emelni, ahol elég masszív a talaj. Itt most szerencsénk van azzal együtt, hogy ilyen makadámos parkolóban vagyunk.
azért ez eléggé alátámasztja az autót. Látszik, hogy van annyi hely, hogy áttámasztjuk folyton a karját az emelőnek. Hú, nézd meg, véres is lett a kezem. Hopp. Aj, de szép csavar van benne. A fönt levő kerék az ugyebár 205/50 R17-es. A pótkerekünk viszont 185/65 R15-ös. Tehát egy 17-es kerék áll szemben egy 15-össel, de persze a szélesség is más, a perszám is más, úgyhogy mindenképpen ellenőrizni kell. Erre két mód van, az egyik az internet, ahol megnézzük, hogy a cserekerekek hogyan aránylanak egymáshoz, erre a gumis oldalak mindig tartanak oldalakat. A másik pedig az, hogy amit most is próbálunk csinálni, hogy lemérjük, ha sikerül, hogy itt nagyon jó, hogy van is itt egy ilyen kis fehér papír, mert ugye csak akkor tudnánk teljesen föltenni a helyére, akkor pláne ide előre, hogyha teljesen megegyezne meg, ha nem volna ugyebár nyári az abroncs, tehát mind a kettő kizárók. Aha, hát lehet, nem teljesen pontos a mérésünk, de tulajdonképpen ezt én azt mondanám, hogy ez még határeset. Tehát ezt még átmérő alapján föl lehet tenni, a mintája miatt nem lehet, hiszen ahogy mondtam, nyári gumit télen ne tegyünk föl előre semmiképpen, inkább vegyük le a hátsót előre, az pedig hátra arra a rövid időre, amíg el nem megyünk egy gumishoz és meg nem javítatjuk a téli gumit. Így mi? És én ilyenkor így rá szoktam fogni térdel, mert akkor a kerék körülbelül fix marad, és a felső tekerembe, ami már megfogja a kereket, meg az alsót, így mi? És ilyenkor már annyira nem kell küzdeni. Madivatos ilyen gumijavító, defektjavító készletekkel dolgozni, hiszen ott le se kell venni a kereket, csatlakoztatni kell a rendszert. És elindítani sokszor egy kompresszort, sőt mindig kompresszorral társítják a rendszert, és már kész is van. És most jön az, hogy meghúzzuk a kereket, most, hogy már megint az autónak a teljes súlya rajta van, és ilyenkor persze jól meg kell húzni. Egy pattintás, és gyönyörű. Kész a mű. Körülbelül így néz ki egy ilyen. Egy pár dologra kell figyelni, az egyik legegyszerűbb feladat, de igazából nem árt, ha mégis van egy pici gyakorlat hozzá.